Kezdőknek angol mondatok és beszédgyakorlás 27. rész együttérzés kifejezése, ami elég speciális téma, hiszen azért remélhetőleg nem kell ezt használnunk naponta, sőt, remélem, hogy azért elég ritkán, de előfordul, úgyhogy érdemes megtanulni, hogy hogyan tudjuk kifejezni az együttérzésünket. Nézzük akkor I'm sorry for, words can describe how, I'm so sorry to hear about. És akkor nézzük őket egyesével, hogy mit jelentenek, és hogyan tudjuk őket használni. I'm sorry for your loss. Ez I'm sorry biztos, hogy ismeritek, mint bocsánat. Viszont nem csak a bocsánatot jelenti, hanem azt is, hogy sajnálatot éreztek valami iránt. Mikor ezt szeretnétek kifejezni, akkor a sorry után a for prepozíciót kell használni. Oké, tehát sorry sorry for, ez a sajnálatot kifejezni valamiért. Ugye, hogyha keressük esetleg a Ford benne, hogy hol van, mit jelent, akkor talán kicsit így tudnám lefordítani, hogy valami számára, vagy valaki számára. Oké, tehát akkor sajnálat valami számára. Oké, okay, tehát akkor I am sorry, ugye a sorry az egy to is kifejezés, még esetleg érdemes lehet ide elérni, hogy ne felejtsétek el, és akkor persze mindig a beat kell ige időbe tenni. Ugye jelen időben emizár, múlt időben was were, jövő időben will be például, és így tovább. Tehát akkor I'm sorry for, idáig meg is vagyunk, legyen akkor ez az alap kifejezésünk, és akkor utána pedig, hát valamilyen főnevet keresünk, ami, ami ugye tulajdonképpen arra utal, hogy, hogy miért, mi, mi, számára érzünk sajnálatot. Itt nekünk a példamondat azt mondja, hogy jó loss, a loss az a veszteség. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos kifejezés tud lenni, ugyanis tulajdonképpen elég sok esetben lehet használni, nem csak halálesetben, esetben, de, de esetleg bármilyen más, mondjuk ha valaki elveszít valamit, nyilván valami nagyobb volumenű dolgot, akár a házát valamilyen oknál fogva, vagy bármit, vagy a kutyáját, mondjuk, hát ez mondjuk esetleg nem feltétlenül itt is halál esetről, de hát ugye valam, valamilyen veszteségre utalt, úgyhogy ez elég jó tud lenni igazából. Tehát I'm sorry for your loss. Egyébként pedig ugye a, a your loss helyet helyett lehet használni mást is, Írhatok több ötletet is. Például I am sorry for ö, for what happened. Ugye, akár ilyet is ö, lehet írni. Ugye, nem csak, nem csak főnevet éppenséggel. Ugye, ami történt, sajnálom ö, azt, vagy sajnálatot érzek annak a számára, ami történt. Sőt, még hozzá lehet tenni, hogy to you. Ugye, hogyha még még szebben, még hosszabban akarjuk kifejezni. Um, és így tovább. Okay, tehát, ha gondoljátok, hogy szeretnétek gyakorolni, meg írni mondatokat, akkor kommentben is nyugodtan jelezhetitek őket. Én is szívesen megnézem, hogy miket találtatok ki. A következő kifejezésünk. Words can describe how sorry I am for your loss. Tulajdonképpen ez ugyanaz, csak egy kicsit uh, shakespeariesen. <laughs> tehát, um, itt a helyet csak annyit mondanánk, hogy sajnálatomat fejezem ki valami iránt. Itt ez egy kicsit tényleg olyan irodalmiasabban van megfogalmazva, hogy ugye a szavak nem tudják leírni. Ugye a words az a szavak, kent az a nem tudja, nem tudja, describe leírni, és a how sorry, hogy milyen nagyon sajnálom, how sorry I am, és akkor megint ugye ez a sorry miatt ugye a fora a kötés és a, megint ugye a jorloz. Uh, ami érdekes lehet ebben a mondatban uh, megfigyelni, uh, hát, hogy a words can describe, ez talán egyértelmű, ugye? Tehát szó szerint a szavak nem tudják leírni. Ebben talán csak arra figyeljetek, hogy a words elé nem kell a de, mert nem konkrétan azok a szavak, amiket én mondok, vagy azok a szavak, amiket a Zoli mond, vagy akárki, hanem általában véve a szavak nem tudják leírni, tehát a döszócska általánosságban mm, szólva főnevek elé nem kell. Mondjátok, a words can describe, ideig rendben vagyunk. Na most innentől kezdve viszont érdemes figyelni több aprócska szabályra, például a how -ra. Azt hiszem, ez egy, egy korábbi leckében már benne volt, de azért felírom, hogy a how- plusz uh, melléknév uh, azt jelenti, hogy, uh, hogy milyen nagyon. Oké, okay? tehát ez tulajdonképpen tényleg egyenlő azzal, hogy milyen nagyon szép, milyen nagyon sajnálatos, mi, ugye ez a szóri ebben az esetben, milyen nagyon... Uh, nem tudom, gyönyörű, okos, buta, akármi. Oké, tehát a milyen szó az angolban így önmagában nem létezik. Ehhez a how szócskát kell használni, illetve, hogyha a főnév van, akkor pedig a what szoktuk használni, és akkor itt ideírom, hogy persze lehet melléknevet mondani hozzá. Na hát ez most már mindenféle betű lett, csak az nem, amit én akarok. Tehát akkor lehet melléknevet hozzá kapcsolni, de ezt így zárójelbe teszem, mert nem kötelező. A lényeg az, hogy utána van egy főnév. Ja, tehát akkor például ez is azt jelenti, hogy milyen nagyon. Csak ugye az a különbség, hogy van utána főnév. E, ugye, és akkor például mondhatom azt, hogy e, mondjuk akkor How nice! Milyen kedves, milyen szép! Vagy ha azt mondom, hogy What? What a nice day! Ugye akkor itt már a, a day vagy a, a ugyezekkel a volt, mert a day, az főnév és ugye emiatt ugye ez kihat erre. Ha nincsen főnév, akkor elég csak a how és a melléknév. Oké, okay, tehát akkor egyfelől van itt nekünk egy ilyen, hogy how sorry. Utána viszont figyeljetek rá, hogy miután a how, vagy a what is ebben az esetben, ugye mindegy, hogy mi lenne itt, a lényeg az, hogy a mondat vége, nézzétek meg a mondat végét, a mondat vége kijelentés. Tehát ez azt jelenti, hogy nem használhatunk Kérdő szórendet. Tehát amit megtanultatok úgy, hogy What is your name, meg Where are you from? Ugye ott megtanultuk, hogy hamarabb jön a tubi, mint a személy. Mert ugye kérdő szórend. Viszont, ha ez nem kérdés, akkor nincs kérdő szórend. Tehát akkor az azt jelenti, hogy nem úgy kérdezem, hogy how am I sorry, vagy how sorry am I, ugye? Tehát itt nagyon figyeljetek az IMS részre hogy a sorrend az kijelentő sorrend, és nem kérdő sorrend. Nagyon fontos, mert egyébként ezt rengetegen elrontják. E, nagyon gyakran találkozok vele, e, akár e, Youtube-on is, e, még gyakorlott tanárok is elnézik sajnos. Úgyhogy na, de ti ne nézzétek el, figyeljetek rá, hogyha nem kérdés, akkor nem kérdezünk. Okay? És akkor a többi pedig, a, ugye a for az a sorry miatt van, Úgyhogy, úgyhogy azt az előbb meg is beszéltük, és akkor utána pedig jöhet egy főnév, vagy egy mondat, vagy bármi, hogy mi, mi, mi mi számára érzünk sajnálatot. És az utolsó pedig, I am so sorry to hear about the sad news about your sister. Na hát persze, ez is ugyanazt jelenti tulajdonképpen, amit, amit ugye idáig tanultunk, tehát ez is csak inkább egy hosszabb változata a, a sima I am so, so, vagy az I am sorry -nak. Először is akkor itt beletettem azt, hogy so. Ez a, a so ugye csak annyit tesz, hogy, hogy annyira nagyon. Oké, okay, nyilván a szónak van még több jelentése, azt is jelenti, hogy így, vagy úgy, vagy tehát, de... Hát ugye ezt mindig a mondatból kell megnézni, hogy vajon mire utal. Tehát akkor I am so sorry, én annyira nagyon sajnálom. És akkor ezt ford folytathatjuk egyből ö, egy igével, tehát a, a sorry is kifejezés után jöhet egyből egy ö, egy ige, hogy, hogy például ugye hallani, vagy látni akár, bármelyik lehet, tehát sorry plus to, és akkor akár itt fel is lehet írni konkrétan, hogy to hear, vagy to see, vagy hát tudom én, bármi, ami éppen aktuális. Lehet, hogy általában ilyeneket szoktunk mondani, de nem csak ezeket lehet. Tehát akkor annyira nagyon sajnálom hallani, és ugye a hír után pedig, itt csak a hírhez írom, hogy a hear about, Oké, okay, ugye, hogy hallani valamiről, nyilván a látni nem, az nem látni valamiről, az csak utána egyből, hogy mit, mit látni. Tehát hallani a szomorú hírek, hírekről. A Newsnál figyeljetek, hogy, hogy ha bár van egy esbetű utána, igazából ugye, hát ez, ez egy több számú főnév tulajdonképpen, de egyébként, most amit nem jön elő a mondatban, egyébként egyes szám jön utána. És azért mondom, mert ez is egy tipikus kis aprócska hiba szokott lenni. Tehát például the, the, news, ugye mondjuk a hírek, the news is bad. Oké, tehát the news, ez, ez, ez itnek számít, nem day -nek. Okay, úgyhogy erre figyeljetek, hogy egyes számú főnév. Na de mindegy, egyébként itt nem jön elő a mondatban, csak ez egy kis kitérő volt. Tehát se nagyon, annyira nagyon sajnálom hallani ezeket a rossz híreket, vagy a rossz hírekről, about your sister, a te nővéredről. Ugye itt két about is van akkor, az egyik az, az egyfelől a hér miatt van, tehát hear about, okay. a másik pedig, hogy, hogy a hírek valamiről. Két, tehát news és miről. Ezért van két about a mondatunkban. Na hát itt is lehet egyébként, itt, ha itt leírjuk a sad newsig, ha mondjuk a szedet akarjuk gyakorolni, de egyébként, hát mondjuk itt ugye nem nagyon tudjuk megváltoztatni, esetleg a sad helyett tudtok szinonimákat mondani, mert nyilván itt sajnálatot fejezünk ki, tehát azt nem mondhatjuk, hogy happy news, ugye, mert azt nem mondanánk, hogy úgy sajnálom hallani a jó híreket meg a boldog híreken. Úgyhogy ezt talán igen, tartsuk meg a szednyúzat, és akkor utána viszont írhattok egy csomó mindent. Sőt, tehát akkor nem is a, ne is a news ö, tegyük, hanem, hanem az About után. Tehát The News About, és akkor utána mehet, hogy, ö, hogy miről. Oké? Okay? Tehát akkor idáig ez megvan, és akkor innentől kezdve próbáljatok mondatokat alkotni az About után. Szuper. Na hát akkor igazából azt gondolom, hogy ez a lecke nem volt olyan nagyon nehéz, tulajdonképpen Öhm mind a három ugyanazt jelenti, csak az a két utolsó egy kicsit hosszabb, egy kicsit talán azt mutatja az ember, hogy jobban, jobban törődik a másikkal, nagyobb érdeklődést mutatsz a másik fele, hogy nem csak odalöki az ember, hogy I am sorry. Persze, az is tökéletes, csak hát tudjátok, mint magyarul, ha egy kicsit hosszabban kifejezi az ember, akkor nyilván a hangsúlyjal is azért ezeken lehet egy, egy picit módosítani, hogy hogy tényleg nagyon sajnálom. Oké, okay, na hát jó tanulás nektek, hamarosan folytatjuk innen egy következő leckével. Bye bye.